Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymás kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Nem igazán. Jövőre jó. Jövőre jobb lesz? És majd jövőre is azt mondjuk, hogy jövőre jobb lesz. Tavaly is ezt mondtuk, igen. Vagy hogy azt mondják, hogy rosszabb meleget? Hát már ez megvan. Hát ugye a rosszabb ne legyen, de nem tesznek azért az emberek semmit, hogy jobb legyen. Tehát ha valamiért nem teszünk azért, hogy jobb legyen, akkor az rosszabb lesz. Tehát mindenre igaz. A világon minden, amiért nem teszel, hogy jobb legyen, akkor az rosszabb lesz. Tehát nem tudsz egyetlen egy olyan dolgot sem mondani, amiért, ha nem teszel semmit, akkor az jobb lesz. Tehát nincs ilyen. Tehát valahogy ezt az emberek, mintha elfelejtették volna ezt az univerzális szabályt, hogyha valamiért nem teszünk, akkor az rosszabb lesz. Tehát ugye mindent gondozni, ápolni, teremteni, javítani, stb. Kell, hogy jobb legyen. Különben rosszabb lesz. És itt a világunkkal kapcsolatosan az emberek az ég adta világon semmit nem tesznek azért, hogy jobb legyen. És ezért fokozatos a romlás. Tehát most gondoljuk végig, ez úgy működött ugye az elmúlt 100 évben, hogy fogták és totál elrontották a világot, első világháború, majd utána megpróbálták kicsit jobbá tenni, majd jött a második világháború, azzal még jobban elrontották a világot, nem? És azóta úgy próbálták jobbá tenni egy olyan 60-as, 70-es, mondjuk 80-as évek közepéig próbálták jobbá tenni. Tehát gondoljátok végig, hogy honnan veszem ezt, hát ez addig, ameddig most a dátumokat mondtam, például nyugaton, a nőknek nem kellett dolgozni. Tehát háztartási beliként, úgy, hogy a férjük dolgozott, nyilván, ha valaki egyedül élt nőként, akkor kellett dolgoznia természetesen, de ha volt neki egy férje, és a férje dolgozott, akkor a férj el tudta tartani a családot egy fizetésből. Ráadásul abban az időszakban még több gyerek is volt, átlagosan, mint manapság, tehát úgy el tudták tartani a családot, hogy egy fizetésből. Jó, ez itt a szocialista, a volt szocialista országok régiójában ez nem így volt, tehát itt dolgozni kellett a nőnek is, hogy a család ugye eltartva legyen, de nyugaton, egy fizetésből meg tudtak élni. Tehát ahhoz képest most már nem tudnak nyugaton sem egy fizetésből megélni. Tehát kell dolgozni a férfinak is, a nőnek is, hogy a családot el tudják tartani. Tehát ez utána, 80-as évektől kezdett átalakulni azzá, hogy gyakorlatilag egy fizetésből nem lehet fenntartani egy családot. És most már sehol a világon. Illetve hát nyilván más olyan helyeken, ahol az araboknál nem is kell dolgozni, és az olaj hasznából, mit tudom én, megélnek a családok, mert az állam odaadja a haszon egy részét a családoknak, és dolgozniuk se kell ott a benszülötteknek, akik oda születtek. Az egy más kérdés, de ez egy pár ilyen ország van. De ugye én most a nyugati országokról beszélek, hogy a nyugati országokban az életszínvonal ebből a szempontból, ugye a legmagasabb az a 60-as évektől a 80-as évekig volt. Tehát a 60-as évekre elérték azt, hogy ugye a háborús következményeket ugye kijavították, megoldották, és onnantól ugye meg lehetett azt csinálni, hogy egy fizetésből egy család megélt. De egyébként nem azt jelenti, hogy arányaiban, ha megnézzük mondjuk a 60, 70-es, 80-as évek áraihoz viszonyítva, és a jövedelmekhez viszonyítva,
körülbelül az árak és a jövedelmek egyforma mértékben nőttek, ennek utána tudsz nézni. Tehát úgy nagyjából egyforma mértékben nőttek. De mégis nem lehet megélni egy fizetésből. Tudod miért? Azért, mert a költségek nőttek. Tehát azóta lett olyan, hogy telefon, lett olyan, hogy internet, lett olyan, hogy mindenféle tévé, meg egyéb költségek. Tehát a kiadások nőttek meg. Az embereknek nem volt, mit tudom én, egy családban két-három autója, még egy se, a legtöbb családban nem volt egy autó se. Hát gondold végig, ha egy autóval egy kilométert nem mész, akkor is benne van 15-20 ezer forintba havonta egy autó. Ha mondom, egy kilométert nem mész vele. Tehát régen ezek a költségek nem terhelték a családokat. Tehát azért nem tudják az emberek most egy fizetésből eltartani a családot, mert sokkal több a kiadás. Tehát sokkal több olyan dolguk van, ami pénzbe kerül. Akkor sokkal kevesebb olyan dolguk volt, ami pénzbe került. Oké, akkor például volt egy tévé egy házban. Most a legtöbb lakásban megnézett, hány tévé van. Mondjuk a WC-n kívül szinte minden helyiségben, érted? Szóval gondold végig. Tehát régen ez úgy volt, hogy mit tudom én, ha két-három generáció lakott együtt, akkor is volt egy tévé. Most meg szinte minden helyiségben van tévé. Tehát sokkal többet, és sokkal, de sokkal többet költenek az emberek arányaiban, mint akkor. Tehát nem az életszínvonal, tehát nem a bevétel oldali életszínvonal csökkent, az nem csökkent, az körülbelül arányaiban ugyanaz, sőt, még lehet azt mondani, hogy talán még jobb is, mint akkor volt. De a kiadások, azok óriási mértékben nőttek. Tehát gondold végig, nem jártak külföldre nyaralgatni az emberek, néhány család ment százból, érted? Most meg néhány család marad százból, érted? Tehát megfordultak a dolgok. Nem mentek nyaralgatni, nem szórták a pénzt, nem éttermekbe ettek, nem rendeltek élelmiszert, hanem főztek. A főzés az gazdaságosabb, mintha jó egy ember esetében nem feltétlenül, de amikor családról beszélünk, akkor gazdaságosabb főzni, mint mondjuk rendelni. Érted? Tehát a családok kiadása olyan mértékben megnőtt, hogy olyan mértékben a jövedelmük az nem emelkedett, mint amilyen mértékben a kiadás. Tehát mit tudom én, mondjuk az árak a múlthoz képest, mondjuk a 70-es évek vége, vagy 80-as évekhez képest, mondjuk az árak fölemelkedtek 200-szorosára, de a jövedelmek is. Érted? A jövedelmek is. Nem ez a probléma, hanem az a probléma, hogy az emberek sokkal, de sokkal többet költenek. Például én beszéltem nemrég egy olyan emberrel, aki azt mondta, hogy minek a pénz, ha nem költöm el. Érted? Régen mindenkinek volt tartaléka. Mindenkinek. Érted? Azoknak, akiknek nem volt tartaléka, azok a legcsóróbbak voltak a lakosság legalja. Érted? Az a lakosság legalja volt, akinek nem volt tartaléka. Tehát pedig, gondold végig, régen mindenkinek volt tartaléka, nem kis összeg, tehát a vagyonukhoz képest viszonylag jelentős tartalékuk volt, mert nem volt fogyasztói társadalom. Érted? Nem csábította őket a rengeteg pénz, ezzel megvásárolható termék. Érted? Nem csábította őket. És ezáltal tartalékoltak az emberek egy olyan világban, ami sokkal, de sokkal stabilabb volt, mint a mai világ. Tehát ott olyan nem volt, hogy munkanélküli. Tehát abban a világban nem volt olyan, hogy munkanélküli. Sőt, ha valaki munkanélküli lett, azt dutyiba dugták, érted? Azt úgy hívták, hogy KNK,
közveszélyes KMK, közveszélyes munkakerülő. Érted? Tehát nem lehetett valaki munkanélküli. Ott nem volt olyan. De ugye miért? Mert nem volt akkor automatizáció, mint manapság. Tehát sokkal több kézi munkára és ész munkára volt szükség, mint manapság. Tehát az azt jelenti, hogy mindenki dolgozott, ezáltal bárki, aki mondjuk kirúgták, vagy munkahelyet akart változtatni, pitty-putty meg tudta tenni. Érted? Tehát nem volt gond. Ugye a múltban egy munkahelyváltozás úgy volt, hogy egyik nap letette a munkát az egyik cégnél, a másik nap meg felvette a munkát a másik cégnél. Érted? És nem volt közte egyetlen egy olyan nap, amikor nem dolgozott. Érted? Simán meg tudták csinálni. Tehát azért mondom, ezt azért mesélem el, hogy tiszta és világos legyen, hogy egy sokkal stabilabb világban, sokkal, tehát a vagyonukhoz képest sokkal több tartalékkal rendelkeztek az emberek. Tehát ma az emberek nagy része gyakorlatilag nem rendelkezik 3 hónap tartalékkal. Érted? A még nagyobb rész nem rendelkezik 1 év tartalékkal. Érted? 1 év tartalék. Mit jelentene az 1 év? Hát, hogyha 1 évig nem jönne jövedelem, meg mit jelentene a 3 hónap? Ha 3 hónapig nem jönne jövedelem, akkor is ugyanazon az életszínvonalon tudnál élni. Érted? Ez ezt jelenti. Tehát ebben a világban 3 évnyi tartalékkal kellene rendelkezni. 3 évnyivel. És az emberek ugye meghajolnak, alávetik magukat a fogyasztói társadalom akaratának. Tehát, hogy minél többet költsenek, és ne tartalékoljanak. Oké? Okay? És akkor még el is hitetik velük, hogy akkor pörög a gazdaság, hogyha minél többet vásárolnak az emberek. Tehát, szóval egy teljesen más világ volt, és más világnézet volt. Tehát gondold végig, a múltban több ezer éven keresztül az emberek ugye azt gondolod, hogy vajon miért dolgoztak. Tehát most nem a városi emberekről beszélek, de a városiakra is valamilyen szinten ez igaz volt, hogy gondold végig, nem is volt pénzre szükségük. Tehát nem kellett nekik pénz. A vidéki emberek megtermelték, érted? Amit nem termeltek meg, azt cserébe elcserélték másoktól, és nagyon kevés dologra volt szükség, hogy pénzt vegyenek. Mondom, mit, amikor én gyerek voltam, nem voltam Szabolcsba ugye a rokonoknál, nem volt olyan, hogy hús. Nem lehetett húst kapni. Nem lehetett tejet kapni, érted? Mert hiába hoztak volna húst, hiába hoztak volna tejet, a kutya se vette volna meg, mert mindenkinek volt saját maga által levágható állat, amiből hús lett. Mindenkinek volt tehene, amiből tej lett. Érted? És ezért nem is hoztak a boltba, mert nem lett volna értelme, hogy hozzanak. Érted? Mert visszavihették volna az egészet. És ez azt jelenti, hogy egy olyan világ volt, ahol az emberek nem azért termeltek, tehát most gondold végig, mit tudom, mondjuk volt egy család, egy átlagos családnak mondjuk vidéken volt mondjuk 10-20 hektárja. És azon dolgozott, plusz voltak állatok, mondjuk 4-5-6 marhájuk. Abból való, és rengeteg, mit tudom én, csirke, tyúk, és egy jó pár disznó, mit tudom én, 5-6 disznó. Oké? Tehát egy családnak nem volt ennyire szükség
Érted? Az azt jelenti, hogy abból tudtak létrehozni tartalékot. Világos ez? Tehát volt tartalékuk. És nem azért tartalékoltak, mert hogy mi lesz akkor, hogyha nehéz világ van, hanem azért, mert többet termeltek, mint amit föléltek. Érted? Azért tartalékoltak. Mert ez volt a természetes. És nem az volt a természetes, hogy elköltsenek mindent. Mert megtanították ebben a társadalomban, hogy a pénz azért van, hogy elköltsd. Oké? Igen ám, de mi van akkor, hogyha nehézség van, akkor mit csinálsz? Mert lehet azt mondani, hogy ó, hát a pénz inflálódik, stb. Stb. Hát akkor benne tartjuk a pénzt, akkor mi lesz? Vannak megoldások arra is, hogy inflációmentesen tárold a pénzedet. Oké? Tehát nem pénzben természetesen. Szóval lényeg az, hogy egy érdekes világban élünk, ahol az emberekkel elhitettek mindent. Tehát most gondold végig, tehát ne legyen az, amit mondok. Hát ugye nagyon rebesgetik, ha utána nézel a neten ilyen dolgoknak, akkor rebesgetnek olyanokat, hogy becsippeltetni az embereket. Hogy? Tehát, hogy mit tudom én, ha bele van ültetve egy csipp, akkor azzal a csippelő fölvehet pénzt, vagy vásárolhat, nem is kell fölvenni pénzt, mert vásárolhat, nem is lesz pénzre szükség, mert vásárolhat, ide mehet, oda mehet, követik GPS-szel, érted, hogy hol van, mit csinál, még azt is, hogyha ott kefél az ágyában, érted, simán. Igen, így van. Simán, persze. Tehát gondoljátok végig, e felé megyünk, akkor afelé megyünk, hogy nem is kell pénz, minek. Afelé megyünk, hogy nem kell az emberi munkaerő, mert a gépek, az automata gépek mindent megcsinálnak, érted? Hát e felé megyünk, nem kell a gondolkodás, mert ott van a mesterséges gondolkodás, mesterséges intelligencia, érted? Tehát e felé megyünk, és akkor mi lesz veled, érted? Mi lesz veled? Mit csinálsz, ha ezt a világot kötelezően bevezetik? Mit csinálsz? Tehát ha valaki azt gondolja, hogy az egész világra nézve bevezetik, akkor óriási tévedésben van. De ott vezetik be, ahol fejlett technika van, ahol fejlettség van. Oké? És mi ide tartozunk? A fejlett világhoz tartozunk. A fejlett világnál tudják ezeket bevezetni, a fejletlen világban nem tudják bevezetni. És akkor mi lesz veled? Mit csinálsz? Érted? Akkor simán te is becsippelteted magad, elfogadod azt, hogy nincs pénz, elfogadod azt, hogy ha nem úgy gondolkodsz, akkor fogják lenullázzák a vagyonodat. És simán elfogadod majd? Hát de ha itt élsz, akkor el kell fogadnod. Érted? Hát csak gondold végig. Hát e felé megy a világunk. Ne így legyen, de e felé megy. És tudod, miért tud e felé menni? A sok tudatlan ember miatt. Hát hogy lehet ezt elérni? Simán. Tehát úgy lehet elérni, hogy az embereket mondjuk becsippeljék, az emberektől elvegyék a pénzt, érted? És csak virtuális pénz legyen. Úgy tudják elérni, hogy az embereket félelembe kell tartani. És azt mondják, tehát finanszírozni kell terrorszervezeteket, akkor a terrorszervezetek majd robbangatnak, az a lakosság fél, és a biztonság érdekében lemond a szabadságáról. Érted? Tehát ez tény, hogy az ember, ha fél, a biztonsága érdekében lemond a szabadság jogairól, teljes egészében. És e felé haladunk, ezt át kellene látnod, hogy e felé halad a fejlett világ. A fejletlen világ nem, tehát a fejletlen világ részek nem e felé haladnak, nagyon távol vannak ettől, de a fejlett világ e felé halad. Tehát egy olyan világ felé haladunk,
ami most még több esélyes. Tehát ugye ezt hogy lehet elérni? Hát az emberek tudatlanságával, minél tudatlanabbak az emberek, annál inkább belemennek mindenbe. Ha azt mondod, hogy nem így van, lásd Covid. Úgy elhitték a Covidot az emberek, hiába mondtuk, hogy az egész egy nagy kamu, úgy elhitték, mint a húzat. És akkor most mondja azt, aki esetleg hallgat, hogy miért mondom, hogy kamu, mikor ő milyen beteg volt a Covid alatt. Azt úgy hívják, hogy influenza. Oké? A Covid az az influenzának egy faja volt, érted? Ennyi. A első pillanattól mondtam, amikor a Covid mint hír bejött, érted? Hogy az influenzának egy faja. Hát miért? Mert volt például, nagyon egyszerű, nem jöttetek rá, hogy van az országnak, tehát a kormánynak egy olyan lapja, ahol az influenzás megbetegedések aránya, száma, mindenféle, mit tudom én, mi a mannak, statisztikája benne van. És egyik napról a másikra az Covid lett. Tényleg? Egyik napról a másikra átnevezték Covidra. Amikor bevezették a Covidot, rögtön az megszűnt, minden maradt, csak Covidra átvezették az egészet. És utána, amikor a Covidot Putyin megszüntette, oké? Gyakorlatilag ott újból influenza oldal lett. És azóta nem Covid van, hanem influenza. Érted? Hát ha megnézik az arányokat, persze, hogy lehet ráhúzni, hogy a Covidban többen haltak meg. Miért? Mert abban az időben piszkosul meg voltak félemlítve az emberek. És a megfélemlített emberek, ha megbetegednek, nagyobb eséllyel halnak meg. Világos ez? Ilyen egyszerű. Persze. Tehát egy félelemben lévő ember sokkal könnyebben lesz beteg. És ha beteg lesz, sokkal könnyebben belehal a betegségébe. Oké? Mi úgy átmentünk a Covidon, érted? Hogy észre se vettük. Csak utána elmentünk ugye kártyát csináltatni, és az immunrendszerünk, tehát kimutatták a mérés, hogy az immunrendszerünk alkalmas a Covid védelemre, és megkaptuk azt a védettségi kártyát. Érted? Úgyhogy azt se tudtuk, hogy covidosok voltunk. És az egész család így járt. Oké, más meg belehalt a Covidba, mert mi nem féltünk a Covidtól, mert volt elég értelmünk arra, hogy ezt az egész hülyeséget átlássuk. Érted? Akiknek nem volt elég értelme, az elkezdett félni attól a óriási propagandától, amit csináltak ezzel kapcsolatban. Tehát ez arra volt jó, mint akkor is mondtam, hogy tesztelik a lakosságnak az ész és tűrő képességét. Tehát észbeli képességét és tűrő képességét. És ezen a lakosság nagy része nem ment át ezen a teszten. Tehát megbukott. Több, mint a fele. Mert ugye több, mint a fele beoltatta magát, valami 70% beoltatta magát. Az azért elég szép arány. Itt Magyarországon, Romániában sokkal jobb volt az arány, ott sokkal kevesebben oltották be magukat, valami 40% csak, vagy 35, valami ilyesmi. Így van. És tudjátok, a magasabb végzettségű rétegben többen oltották be arányaiban, mint az alacsony végzettségű rétegekben. Ez nagyon érdekes volt itt Magyarországon. Tehát az alacsonyabb rétegek, alacsonyabb végzettségű rétegek, tehát akiknek még nem annyira vették el a józan paraszti eszét, azok nem oltották be magukat. Ugye a cigány is azt mondta, tudod te, mi van abba? Nem. Hát akkor miért oltatod be magad? Érted? Hát úgy beoltatták magukat az emberek, hogy azt sem tudták, mi van benne. Jó, tehát mondom, ez egy észbeli, értelmi képesség. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy valaki elég eszese, vagy kevésbé eszes. És ha nincs elég esze, akkor így jár, érted? Akkor azt csinálnak vele, amit akarnak. Tehát egy ilyen világban élünk, ahol át kéne gondolni, hogy a jövő az azért képlékeny, mert ha tovább utul a társadalom, akkor ezt befogják ezeket a dolgokat vezetni.
Ez ennyi. Vagy eszesedik a társadalom, és akkor nem tudják bevezetni. Világos ez? Mert átlátják. Ez ettől függ, nem mástól. Minél butább a társadalom, annál jobban be lehet vezetni. És nem az iskolai végzettségtől függ az okosság vagy a butaság, hanem a józan paraszti észtől. Mert ez csak ennyi volt, hogy tudod, mi van benne? Nem. Hát akkor nem tudod, mi van benne, akkor miért oltatod be magad? Ez ennyire egyszerű lett volna, érted? És ezt az egyszerű mondatot nem gondolta át a lakosság nagy része. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy tudta gondolkodni? Nem. És akkor mondják nekem, néha írja egyes ember, érted, hogy én miért értékelem le az embereket? Hát ez... Hát az, hogy valaki ilyet csinál, az, mi, az egy tény, az nem leértékelés. És a lakosság 70%-a ezt csinálta. Tehát nem tudom azt mondani, hogy, hogy hú, de fantasztikus észbeli képességekkel rendelkeztetek, mert beoltattátok magatokat. Nem tudom ezt mondani, mert ez, ez lenne a hazugság, érted? Tehát valakinek mondani kell igazságot, érted? Mert a médiából te nem fogsz hallani igazságokat. Szóval lényeg az, hogy gondold végig, hogy milyen világ felé haladunk, ha az emberek butulnak. Márpedig általános elbutulás van, mert ezt látni. És akárhogy nézzük, ezt tényleg látni, ezt az általános elbutulást. Nézzük ezt az általános elbutulást. Tehát ugye mi az elbutulás következménye? Hát a helytelen cselekvés. Minél tudatlanabb, butább egy ember, annál helytelenül cselekszik. Hol? Hát az élete minden területén. Ilyen egyszerű. Sőt, annál több bajt okoz, minél butább. De mit értünk az, hogy okos vagy buta? Hát nem az a okos, aki mit tudom én, már az ötödik egyetemet végzi. Nem az az okos, hanem aki az élethelyzeteit tudja kezelni. Érted? És meg tudja előzni a problémáit. Tehát aki ismeri az élet és az ember működését, az az okos. Tehát sokkal többre mész ember és életismerettel, mint bármilyen egyetemi képzéssel. És ezt tudom, hogy most neked baromira fáj, ha egyetemet végeztél. Vagy főiskolát. Pedig ez van. Sokkal többre mész az életben hasznosító, az életedben hasznosítható tudásokkal, mint a diplomáiddal az egyetemekről, vagy a főiskolákról. És akkor lehet erre megint mondani, hogy a Szedlacsik az hülyeségeket beszél. Az beszél hülyeségeket, aki ezt mondja, hogy hülyeségeket beszélek. Oké? Okay. Tehát ott kezdődik a dolog, hogy van négy korszak a világban. Négy korszak. Ezek a korszakok több ezer évenként változnak. Tehát egy korszak az általában pár ezer év. Oké? Okay? Pár ezer év. Pontosan meghatározni nem lehet egy korszak meddig tart, és mikor kezdődött, de általában egy korszak az pár ezer év. Ezek a korszakok a következők. Vaskor, bronzkor, ezüstkor, aranykor. Oké? Okay? Tehát ez a négy korszak van. De ez totál félreértés van a történelemben ezekről. Ezért nem is mondják az aranykort, meg az ezüstkort, csak a bronzkort, meg a vaskort. De miért mondják? Mert ebben az emberiség életében ez a két korszak volt. Bronzkor és vaskor. De ez nem a fém használatára vonatkozik.
a bronzkorban, hogy a fenében használtak acélkardokat? Pedig használtak. Oké. Okay. Tehát nem erre vonatkozik, hanem arra vonatkozik, hogy milyen szellemi képességekkel rendelkeznek az átlag emberek. Erre vonatkozik. Na most, ha a fémek értéket megnézed, akkor a négy fémből melyik a legkevésbé értékes? Melyik a következő? A bronz. Utána melyik a következő? Az ezüst. És melyik a legértékesebb? Az arany. Így van. Ez azt jelenti, hogy az aranykorban a leges, legmagasabb az emberek szellemi képessége. Oké? A vaskorban az emberek szellemi képessége a leges, legalacsonyabb. Tehát ezt lerajzolom, jó? Hogy hogy működik ez. Tehát az embernek van egy lehetősége. Tehát itt van a nulla. Jó? Ez a mínusz oldal, ez meg a plusz oldal. Jó? Tehát mínusz plusz. Ez a következőt jelenti, szellemi fejlettséget jelent. A mínusz oldal, ez az egész, azt jelenti, hogy mennyire anyagba zárt, anyagi gondolkodású az egyén. Minél nagyobb mértékben van ide, tart a mínusz felé, annál anyagba zártabb, annál messzebb van a szellemi dolgoktól. Tehát az azt jelenti, hogy ide tartozik ez a hiszem, ha látom gondolkodásmód. Akkor amit meg tudok fogni, az létező. Ez mind ide tartozik, ez a fajta gondolkodás. Tehát ez az anyag. Ez az oldal. Az anyag, az nagyon fontos az állatvilág számára. Nagyon fontos. Anyag nélkül az állatvilág nem létezik. Nem létezik. Oké? Okay? Tehát megnézed, nekik, az állatoknak, tehát minden az anyag körül forog. Minden. Miért? Mert nem tudnak gondolkodni. Nincs meg az a képességük az állatoknak, hogy gondolkodjanak. Növényeknek sincs. Ez azt jelenti, hogy minél jobban anyagba zárt egy egyén, annál jobban hasonlít egy állatnak a működéséhez. Ha tetszik, ha nem, ez így van. Ez az oldal viszont a teremtés oldala. A teremtés az azt jelenti, hogy valamit létrehozni a semmiből. Tehát olyan, hogy semmi olyan nem létező fogalom, de a láthatatlanból létrehozni valamit. Érted? Tehát szó szerint értsd, tehát nem a semmiből, hanem a láthatatlanból. Mi az, ami láthatatlan, de mégis létezik? Nem tudod semmilyen formában, mit tudom én, mondjuk hőérzékelés formájában, vagy szélérzékelés formájában, tehát légáramlás érzékelés formájában. Nem tudod érezni. De mégis valamilyen szinten tudod érezni, mert az ember erre képes, ez pedig az energia. Méghozzá
a teremtés energiája. Tehát az állatok, például kinek van kutyája? Kutya? Nekem nincs. Oké. Megkérdezném, a kutyád maga építette a házát? Nem. Ki építette neki a házát? Ember, nem? Lehet, hogy nem te, mert vetted a kutyaházat, akkor is ember építette, nem? Ha a gép építette azt a kutyaházat, akkor is ember építette, mert a gépet meg az ember találta ki. Úgyhogy lényeg az, hogy a kutya nem fog házat építeni. Ha beleszakadsz, akkor se fog házat építeni a kutya. Érted? Akármilyen értelmesnek tartod a kutyádat, az akkor sem fog házat építeni. Érted? Az ő idézőjelben értelme arra korlátozódik, hogy túléljen. Oké? Semmi másra. Arra korlátozódik, hogy túléljen. Tehát, hogyha megnézzük, akkor ezen az oldalon a túlélés van. Oké? Tehát a túlélés. Ez azt jelenti, hogy az anyag az minél tovább fennmaradjon. Ez jelenti a túlélés. Ezért megnézed, még az állatok sem pontosan egy időben pusztulnak el. Még egy fajon belül sem egy időben pusztulnak el. Hanem az egyik hamarabb, a másik később. Tehát a túlélés az azt jelenti, hogy ez egy mobil dolog. Oké? Okay? Igen. Tehát a túlélés az egy mobil dolog. Az azt jelenti, hogy ha az a lény minél többet tesz a túlélésért, annál viszonylagosan, annál tovább él. Minél kevesebbet tesz a túlélésért, annál hamarabb elpusztul. Oké? Okay? Hát ez az oldal erről szól. Oké? Van egy másik rész, a teremtés része, az energia rész, ahol csak a gondolkodó lények tudnak működni. És csak a gondolkodó lények működhetnek. Ott az állatok nem működnek. Mert nem tudnak gondolkodni. Hát ezért erre voltak kísérletek, hogy mit tudom én mondjuk, állatokba beültettek mondjuk értelmet, és akkor lett belőle egy kentaur. Vagy lett belőle, hogy hívják azt a ember halat? Sellő, stb. Ilyenek. De ez tényleg volt. Ha azt hiszed, hogy ezek mesék, akkor nagy tévedésben élsz. Tehát ez teremtői kísérletek voltak. Oké, hogy az állatba belerakni értelmet, hogy kezdjen úgy működni, mint egy értelmes lény, csak hát most gondold végig, egy ló hogy működik úgy, hogyha nincs keze, nem? Hiába értelmes. Tehát ugye nehéz, mert nem tud fogni. Szóval, ez a rész a teremtés rész. Ezt ugye az imént említettem, csak a magasabb rendű lények képesek a teremtésre. Tehát mondom, a kutyád az nem fog házat építeni. Te, mint értelmes lény, tudsz neki házat építeni. Oké, még akkor is, ha nem veszel, akkor is tudsz neki házat építeni. Szóval, a teremtéshez gondolkodásra van szükség. A gondolkodásban benne van magában a szóban az értelme a gondolkodásnak, a gondolkodás szó értelmének, az pedig a gondoldás. Gondoldás. Tehát egy ember, ha gondolkodik, akkor gondot old meg. Oké? Erre az állatok nem képesek. Csak az ember. De ha a gondot
nem oldja meg, akkor nem gondolkodik. Oké? Okay? Hát itt van benne a gondolkodásban. Ha van egy gondja és nem oldja meg, akkor ő nem gondolkodik. Tehát a gondolkodás nem abból áll, hogy nézel egy tévét, mondjuk egy vígjátékot, és ott röhögsz rajta. Oké? Okay? Nem ez a gondolkodás. Világos ez? Tehát ott nem kell gondolkodnod. A gondolkodás, még egyszer mondom, azt jelenti, hogy van egy gondod, és azt megoldod. Ha nem oldod meg, akkor te nem vagy képes a gondolkodásra. Tehát amikor az ember így töpreng, az nem azt jelenti, hogy gondolkodik. Jó? Ugyanis az ember akkor képes a gondolkodásra, ha jó hangulatban, jó állapotban van. Mondok példát, hogy ez mennyire igaz. Amikor egy ilyen nagyobb betegséged lett bármi, akkor mivel foglalkoztál leginkább? A betegségeddel. Magaddal, így van. És lehetett bármi más, nem érdekelt, mert a betegséged lekötötte a figyelmedet. De a betegség az egy rossz hangulat. Az nem egy jó hangulat. Tehát, és a betegség, mikor valakinek fájdalmai vannak, az a hangulati skálán elég magas szintet tölt be. Ami azt jelenti, hogy a skálán 1,8 a fájdalom. És a fölött már csak két olyan hangulat van, ami rossz hangulat, de jobb a fájdalomnál. Az egyik a nyílt ellenséges, a fölött pedig a erőltetés szintje. És a fölött már kezdődnek a olyan hangulatok, ahol lehet gondolkodni. Oké? Okay? Mondom, lehet, az nem azt jelenti, hogy igénybe is veszi a gondolkodást, csak megvan a lehetősége arra, hogy gondolkodjon. Ahhoz, hogy az ember ténylegesen elkezdjen gondolkodni, ne csak lehetősége legyen a gondolkodásra, az úgy hívják, hogy érdeklődés szintje. Honnan tudod, hogy valaki érdeklődő? Hát egy érdeklődőnek csillog a szeme. Oké? Okay? És mosoly van az arcán. És őszintén belenéz a szemedbe. Mert van olyan ember, akinek mosoly van az arcán, és nem fog a szemedbe nézni, azt úgy hívják, hogy rejtett ellenséges. Oké? Okay? Tehát, ami azt jelenti, hogy gondold végig, az ember akkor képes gondolkodni, ha jó hangulatban van. Tehát az emberrel elhitetik azt, hogy ő képes a gondolkodásra. Nem. Csak akkor, ha jó hangulatban van. És ha rövid ideig van jó hangulatban, akkor rövid ideig tudná kihasználni, hogy ő képes a gondolkodásra. Ha hosszabb ideig van jó hangulatban, akkor hosszabb ideig lenne képes kihasználni, hogy ő tud gondolkodni. Ami azt jelenti, hogy ha az ember jó állapotban van, akkor eszébe jutnak olyan dolgok, ami soha nem fog eszébe jutni akkor, ha rossz hangulatban van. Mondom, soha nem fog eszébe jutni. Ez azt jelenti, hogy az embereknek a hangulatát rontják, tehát tesznek azért bizonyos hatalmi erők, hogy az embereknek a hangulata romoljon. Tehát itt most körülnézek, és látok arcokat. És meg tudom abból ítélni, hogy kinek milyen a hangulata. Oké? Okay? Milyen hangulata? Az általános hangulata. Oké? Okay? Simán. Például valaki így ül, tudom, hogy nem nyitott. Nem. Az mindig azért, mert bezárt az ember attól az arra az információra, amit hallott. Kivétel, ha fázik. Az egy másik eset. Oké? Okay?
Mondom, az a kivétel, ha fázik, mert akkor az ember csinál ilyet, így van. Egyébként mindig az van, hogy az információtól bezárt az ember. Jó? Na most akkor nézzük tovább. Tehát, ha jó hangulatú egy ember, akkor nyitott, érdeklődő. Az azt jelenti, hogy ott kezdődik a jó hangulat, emlékeztek, beszéltem róla, hogy érdeklődő. Ha nincs érdeklődő szinten, akkor nincs olyan hangulatban, hogy nyitott legyen. Mire kell nyitott lenni? Hát a világ mindenre, ami jó, tehát ami pozitív. A negatív dolgokra ne legyél nyitott. Ha te nyitott vagy a negatív dolgokra, akkor én rögtön megmondom, hogy te általános hangulatod egyáltalán nem jó. Pedig te úgy gondolod, hogy neked jó a hangulatod. De mondom, ha te nyitott vagy a negatív dolgokra, és állandóan az interneten a negatív dolgokat keresed, a negatív híreket, érted? Ma ott a hírek többsége negatív, úgyhogy maradjunk ennyibe, akkor te nem vagy jó hangulatú. Ez holdbiztos. Ami azt jelenti, hogy nem tudsz gondolkodni. Tehát magyarul egy gond kerül eléd, nem fogod megoldani egyedül. Ezt garantálom, hogy egyedül nem fogod megoldani. Tehát ahhoz, hogy az ember megoldja a gondját, gondolkodásra kell magát késztetnie. De nem tud gondolkodni addig, míg nincs jó hangulatban. Tehát a gondolkodásunk az azt jelenti, hogy a gondolatunkkal teremtünk. Akkor is teremtesz, amikor rossz hangulatban vagy a gondolatoddal, csak akkor nem teremtesz, hanem rombolsz. Ez a különbség. Oké? És ez óriási különbség. Tehát az állatnak, mivel nincs ilyen képessége, az állat nem tud a gondolatával rombolni vagy teremteni. De az ember a gondolatával vagy rombol, vagy teremt. És gondold végig, ott vannak a gondolataid. Nap, mint nap. Onnan, hogy fölébredsz, sőt, még éjszaka is az agyad jár és gondolatokkal van tele. Egész nap ott forognak a gondolatok a fejedben. Milyen arányban vannak benne negatív gondolatok? Az azt jelenti, hogy minél nagyobb arányban vannak negatív gondolatok a fejedben, te annál rosszabb hangulatú ember vagy. Tehát ennél azt is lehet mondani, hogy negatív gondolkodás, tehát az egész gondolkodás. És negatív gondolkodás. Itt pedig elindul a pozitív gondolkodás. Tehát gondolkodás. Remélem, kifért. Ki. Jó. Tehát gondolkodás. Pozitív-negatív gondolkodás. Az azt jelenti, hogy itt már egy kicsit képes az ember pozitívan gondolkodni. És ahogy megyünk, annál pozitívabban gondolkodik. De azt tudod, mit jelent? Itt van az anyag, itt pedig, akármilyen hihetetlen, felírom neked, szellemiség. Jó, mindegy, akkor is tudjátok, mi van itt. Ja, nem látjátok, akkor följebb írom tényleg. Tehát szellemiség. Tehát ez az oldal a szellemiség oldala. Értitek? Ezt tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a gondolatunkkal pozitív dolgokat teremtünk. Oké? És a cselekvésünket áthatja a pozitív gondolatoktól származó teremtés. Ez ezt jelenti. És minél jobban szellemiség valaki, ez annál inkább igaz. Ezért van az, hogy a jó szellemiségű emberek sokkal, de sokkal több pozitív dolog teremtésére képesek, mint akik kevésbé ilyenek. Az anyagba zárt ember pedig, hiszem, ha látom,
Ó, hát én, már azt tanították nekem a szülők, hogy ó, hát csak kemény munkával lehet boldogulni. Nem. Ésszel lehet boldogulni. Most mondom azt a fajta gondolkodást, mikor azt mondják, hogy kemény munkával lehet boldogulni. Aha, igen. Tehát fogja magát, kemény munkával boldogul, közben jön egy ilyen Covid időszak, ahol megetetik azzal, hogy oltassa be magát, és a kemény munkával dolgozó ember már nem is tud boldogulni, mert az utóhatásától szenved. Oké? A mellékhatásától szenved. Kurva sokra ment, bocs, hogy ezt mondom. Azzal az elmélettel, hogy kemény munkával lehet boldogulni. Érted? Tehát azért van az agyunk, hogy nem azért, hogy kitöltse azt a üres teret. Nem ezért van. Bár sok embernek úgy tűnik, mintha üres tér lenne itt belül, érted? Bizonyára látjátok az embereknél, hogy tényleg, mintha hiányozna az agya. De nem teljesen hiányzik, mert hogyha az embernek van ismerete az agy működéséről, akkor tudja, hogy az agyunk az két félből áll, és van egy ösztönrész, baloldali agyféltekénk, az az ösztönös rész, az az állatvilágból jött. Oké? Okay? Ami azt jelenti, hogy azáltal működünk ösztönösen. És van a másik fele, az pedig a gondolkodó rész. És olyan, mintha az emberek többségének valahogy, mintha ezt lekapcsolták volna. És akkor van az ösztön rész, érted? És ez mintha sorvadásban lenne. Szó szerint. Pedig ugye az lenne a lényeg, hogy az ember, most gondold végig, én azt tapasztaltam, menjünk erre egy kicsit. 80, azt mondja, hogy 87 óta foglalkozom emberekkel, és 91-től van saját szervezésű csapatom, több százezer embernek vittünk el valami életjobbító lehetőséget a vezetésemmel, és több tízezer emberrel működtem együtt életemben. Tehát van az emberekkel kapcsolatban elég szép tapasztalatom. És ez nem fényezés, hanem ezek tények. Oké? Tehát ezek tények. És az azt jelenti, hogy a tapasztalataim azt mutatják, hogy azok az emberek, visszatérve ide, azok az emberek, akik bezárják magukat tehát az anyagba, azok nagyon könnyen befolyásolhatók. Nagyon könnyen. Ami azt jelenti, hogy azért befolyásolhatók könnyen, mert nem tudnak gondolkodni. Mert ösztönlények. Tehát annak alapján működnek, amit megéltek fogantatásuktól, igen, köszönöm. Jó, tehát fogantatásuktól megéltek, jó? Onnantól. Tehát nem onnan, hogy megszületett, onnan, hogy megfogant. Tehát az édesanyánk hasában is már tapasztaltunk dolgokat. És annak alapján élnek. De ha veled nem történt még olyan gond, mint amit fogantatástól addig a gondig megéltél, akkor azt hogy éled meg? Az ösztönből? Hogy oldod meg ösztönből? Sehogy. Milyen egyszerű? Sehogy, mert nem tapasztaltál olyat. Ezért kell a gondolkodás. Tudod, mit jelent a gondolkodás? Az állatvilághoz képest. Ez egy teszt volt. Kipróbálták. Kipróbálták egy kisgyereket, és egy majmot, egy fiatal majmot. Ami azt jelenti,
hogy adtak neki egy gömböt, tudod, van olyan játék, hogy gömb, vannak különböző idomok, amik lukak vannak rajta, és ugyanazok az idomok megvannak külön is, és bele kell rakni. És megmutatták az állatnak, meg az gyereknek ugyanazt, és a gyerek utána fogta, és kikereste. Addig kombinált, addig gondolkodott, amíg kikereste, és minden egyes idomot bedugott a helyére, érted? Mert ugye tudjuk, hogy ez a játék olyan, hogy csak egy helyen lehet bedugni, amit tudom én, 8 vagy 10 lukból. Így van, ezek a formák, így van. És a majom nem tudta megcsinálni. Érted? Miért? Mert a majomnak nincs gondolkodása, nincs kombinációs képessége. Érted? Nem tud olyat csinálni, hogy ami veled nem történt, arra rájöjjön, hogy hogy kell. Nincs olyan. Oké? Okay? Tehát most mondok példát, mondjuk a kókuszt azért tudják föltörni a majmok, mert egyszer véletlenül az egyik odavágta egy kőhöz, és föltörte. Érted? És onnantól elkezdték a többiek is látni, hogy hogy kell ezt csinálni. De gyakorlatilag a véletlene múlott. Az ember meg képes kalkulálni, akkor is, hogy ne véletlene múljon, hogy fogja és keres egy követ, és odavágja a kókuszt, és föltörik. Érted? De a majom csak azóta tudja ezt csinálni, mióta a véletlen közreműködött, és látta, hogy azt így kell. Érted? Tehát az ember az képes arra, hogy gondot oldjon. Van egy gondot, ha jó állapotban vagy, meg tudod oldani. Ha nem vagy jó állapotban, tudod, mit fogsz csinálni? Elkezded erőltetni azt a dolgot. Vagy elkezdesz mérges lenni rá. Érted? Vagy elkezded ütni, verni, mert már olyan mérges vagy. Ez így működik. Amit nem tudsz megoldani, és nem tudsz gondolkodni, azzal itt ezt fogod csinálni. Vagy elkezdesz félni attól a dologtól, érted? Hogy jó, hát most mi lesz, hogy nem oldom meg? Ja, Istenem, segíts! Hát nem vagyok képes megoldani. És mi lesz velem? Jaj, mi lesz velem? Hogy fogok élni, érted? Mi lesz velem? Ez a félelem. Vagy akár depresszióba esik, érted? Ezek az ösztönök. Az ösztön ezt a megoldást adja. Világos? Ez az oldal ezt a megoldást adja. Ugyanaz, mint az állatvilágé. Az állatvilág ugyanezt csinálja. Tehát ahhoz viszont, hogy az ember képes legyen gondolkodni, használnia kellene az eszét. És gondolkodnia kellene. És minél inkább gondolkodik egy ember, tehát ezen a nulla ponton átmegy, minél jobban szellemiségé válik, annál képesebb a gondolkodásra. Oké? És minél inkább gondolkodik, annál több helyzetet megold, és annál jobb állapotba kerül. Mert mi húzza le az embert? A gondok, a problémák. Mindig is a gondok és a problémák húzták le az ember hangulatát. Mindig. Tehát, hogyha az ember nem szembesíti magát problémával, mert tudja, hogy meg tudja oldani, tudja, hogy az nem probléma, hanem neki csak egy feladat. Érted? Akkor egy feladat nem húzza le az embert, csak a gond a probléma. És ha az ember nem tanul, nem fejleszti magát speciálisan ezen a téren, hát akkor bizony a mai világunkban, ahol ugye én nem véletlenül éltem meg a múltat, ugyanis a múltban az embereknek közel nem volt ennyi problémájuk. Tehát mikor én gyerek voltam, hát alig volt a családoknak problémájuk. Érted? Most ahhoz képest tel is tele vannak problémával. Érted? De miért? Hát azért vannak tel is tele problémával, mert ahhoz képest, amennyi probléma van, ahhoz képest
sokkal kevésbé értelmesek az emberek. Pedig a gyerekek, akik megszülettek, sokkal értelmesebbek, mint a régiek. Sokkal. Folyamatos elbutítás folyik a világunkban. Elbutítás. Ha tetszik, ha nem. De nem tudsz mást mondani. Lehetne mondani elhűítésnek is. A végeredmény ugyanaz. Tehát elbutítják az embereket, arra késztetik, hogy ne gondolkodjanak, és leszoknak a gondolkodásra. Szó szerint. És aki szépen leszokik a gondolkodásra, az nem tud így működni. Hát ezt még hallottad az iskolában, hogy hát nem forognak az észkerekek, érted? Tehát valaki nem gondolkodott, akkor az észkerék nem forog. Jó, hát ez csak képletesen. Én mindig elképzeltem ilyen fogaskerék. Hogy nem forog az észkerék. Hát az be kell lendíteni, érted? Tehát ha forog az észkerék, mert lendületben van, akkor képes a gondolkodásra. Tehát minél hosszabb ideig valaki nem gondolkodott, tehát nem oldott meg gondokat, annál nehezebben áll rá arra, hogy gondolkodjon. Tehát annál több időt, tehát több időbe kerül, mire ő képes lesz arra, hogy egyáltalán gondolkodjon. Tehát ráadásul ez úgy megy, hogyha megnézed, mit csinálnak az emberek. Följönnek a hangulatban, és akkor se gondolkodnak, hanem szórakoznak. És nem használják ki annak az energiáját, annak a jobb hangulatnak az energiáját a gondolkodásra. Hanem mit csinálnak? Addig szórakoznak, ameddig úgy kifáradnak, hogy alig várják, hogy lefeküdjenek, nem, hogy még gondolkodjanak, érted? És másnap fölkelnek, és már messze tova tűnt a jó a hangulat. Mert beleébrednek a valóságba. Tehát még azt sem használják ki azt az időt, ameddig jó hangulatba kerültek. Ráadásul még mit csinálnak? Hát fogja és úgy éri el a jó hangulatot, ami totál megakadályozza, hogy ő gondolkodjon, hogy mondjuk alkoholizál, vagy drogozik. Érted? Most az a drog, az, hogy egy, mondjuk csak egy füves cigi, vagy egy parti drog, most részletkérdés. De ezek a fajta szerek, az alkohol, a drog, ez akadályozza a gondolkodást. Ezt látod. Te láttál már alkoholizált embert normálisan működni? Érted? Gondolkodó lényként működni? Nem. Láttál te már drogos embert normálisan működni? Nem. Nem véletlenül hoztak olyan szabályokat, hogy ha valaki alkoholt iszik, akkor ne vezessen, pedig ösztönből vezet. Nem is kell közben gondolkodni. És nem vezethet. Hát a drogosoknak se szabadna vezetni, csak nem tudják mérni. Tehát arra nincs szonda. Pedig jó lenne valami mérőeszköz út közben, hogy a drogosok ne vezessenek. Kórházban. Hát a kórházban van, persze. Vért vesznek, és abból rögtön kiderül. Persze. Csak út közben kéne mérni ezeket. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, te nem látsz olyat. Tehát ami azt jelenti, hogy valaki azért lett jó hangulatú, mert drogozott vagy alkoholizált, akkor azt felejtsd el, hogy ő képes a gondolkodásra. Ő akkor még hülyébb, mint előtte volt. Szó szerint. Szó szerint. Persze, ráadásul a drog és az alkohol pusztítja az agysejteket. Most, ami azt jelenti, hogy mondjuk sok embernél azt látni, mint hogy kevés lenne belőle, de hát még azt a keveset is elpusztítják. Érted? És ez nem mese, meg ha egy kicsit, mit tudom én, bántónak hallatszik ez, akkor tuti, hogy talált. Jó? Ha ezen, de te most megsértődtél, akkor biztos, hogy talált.
Mert általában azon bántódik meg az ember, azon sértődik meg, amit talál, ami betalál nála. Oké? Okay? Persze. Persze, ez egyértelmű. Mondok példát, mit tudom én. Van nekem olyan ismerősöm, érted, hogy ugyanaz a küldetés száma, mint egy másik ismerősömnek. Tök ugyanaz. Tehát ugye a küldetésünk száma az a múlt században születetteknél az minimum két számjegy. És az a két számjegy tökéletesen stimmel. És akkor csodálkozunk, hogy nem jönnek ki egymással, mikor tükröt mutatnak egymásnak. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy a másik működik, az nála betalál. Nem tudom, világos-e. És ezért ugye sok a konfliktus köztük, amikor találkoznak. Oké. Okay. Tehát lényeg az, hogy törekedni kellene arra, hogy innen eljönni. És szépen fokozatosan az ember váltana, és elkezdene elindulni a szellemiség felé. A gondolkodás felé. Ez azt jelenti, hogy képes a gondolkodás. A szellemiség az a gondolkodó lényt jelenti. Nem az ösztönlényt. Oké? Okay? Az embernek nem ösztönlénynek kellene lenni, hanem gondolkodó lénynek. Ugye mit jelent a gondolkodás? Mérlegelés. Akkor az, hogy gondoldás. Ugye azt is jelenti, hogy az egyén kalkulál. Érted? Mérlegel, ugye az imént mondtam már. És hallgat olyan energiára, ami sugal neki jó ötletet. Ezt pedig úgy hívják, hogy a saját lelkére. Hallgat a saját lelkére. Itt az anyagban lévő emberek ennyit nem hallgatnak a saját lelkükre. Tehát mi azért gondolkodunk, mert van bennünk egy lélek, ami marhára nem tetszik az állatbarátoknak, hogy azt mondom, hogy az állatnak nincs. Azért, mert annyi eszük sincs az állatbarátoknak, hogy tudják, hogy az életenergia és a lélek az két különböző dolog. És ugyanúgy az állatnak is van életenergiája, mint az embernek. De az állatnak nincs lelke, az embernek meg van. Oké? Okay? Csak a drága, kedves, ilyen szemellenzős állatbarátokatnak mondom. Jó? Tehát ami azt jelenti, hogy a lélek miatt tudunk gondolkodni. De miért? Mert a lélek kapcsolatban áll egy olyan lényel, ami mondjuk náladnál milliószor többet tud. Vagy 10 milliószor többet tud. Érted? És a te lelked egy olyan kapcsolatban van, mint a telefon. Érted? Mint két telefon. Mikor kommunikáltok egymással. Olyan kapcsolatban van, frekvenciákon van kapcsolatban. Kódolt frekvenciákon természetesen. Tehát feltörhetetlen kódolt frekvenciákon. És kapcsolatban van, és te megkapod az információt a gondnak az oldására, de a bal agyféltekéd az nem tud akkor működni, vagy a jobb agyféltekéd nem tud akkor működni, amikor rossz hangulatú vagy. Mert akkor lekapcsol, akkor átkapcsol az ösztön. És hiába kapja meg a lelked az információt, te nem tudod használni azt az információt. Nem kell ebbe hinni. Éjjé, anyagba zártként szarok rá. Érted? Hogy te hogy élsz? Nem érdekel. De az a te bajod. Világos ez? Az a te bajod. Tehát mindenkinek a saját baja az, hogy anyagba zárt emberként él. És ha valaki anyagba zárt emberként akar élni,
Éljen, ha ilyen hülye. Érted? Mikor megtehetné az, hogy gondolkodjon. Érted? Tehát gondold végig, onnan, hogy megfogantál, bármilyen gonddal találkoztál, még ha az nem a te gondod is volt, a lelked megkapta rá a megoldást. És akkor miért nem tudsz te gondokat megoldani? Mert nem tudsz kapcsolatban lenni a lelkeddel, mert nem vagy olyan hangulatban, meg nem vagy szellemiség. De maradj nyugodtan az anyagba, nem érdekel a te hülyeséged. Oké? Okay. Tehát ha szenvedni akarsz egész életedben, nyugodtan szenvedj, ha annyira buta vagy. Milyen egyszerű. Vagy elindulsz a szellemiség útján, elindulsz errefelé, ezáltal feljön a hangulatod is, és minden, ami ott van benne a lélek, lelkedben, mint információ, azt ki tudod használni. Vagy szenvedsz, mert egyszerűen nincs vétel. Tudod, ez olyan, mint hogy hiába beszélsz egy olyan telefonnal, ami megcsörgeted, de nincs vétel ott, nincs bekapcsolva a telefon. Nem fogsz tudni vele beszélni. Mert nincs bekapcsolva a telefon. Tehát neked, ha nem vagy jó hangulatban, nincs bekapcsolva a telefon, nincs bekapcsolva a jobb agyféltekét. Nem tud működni. Ennyi. Ha ez neked jó, csináld. Oké? Okay. Ugye, boldogok az együgyűek. Meg a lelki szegények. Jó, maradj ennél. Nyugodtan. Oké? Okay. Vagy fejleszted magadat. De egyedül. Tudod, mit fogsz fejleszteni? Egy nagy nullát. Semmit. És tudod, mit fogsz fejlődni egyedül? Nulla fejlődésed lesz. Tudod miért? Mert ahhoz, hogy az ember változtasson, tehát fejlődjön, nem, ahhoz, hogy változzon, változtatásra van szükség. Tehát ha az ember fejlődni akar, változtatásra van szükség. És te nem akarsz változtatni semmit. Ez van. És akkor úgy akarsz fejlődni, hogy te nem változtatsz semmit. Felejtsd el. Felejtsd el. Az úgy nem fog menni. Tehát fejlődés egyenlő változtatás. Oké? Okay? És illetve változás, és a változáshoz kell a változtatás. Érted? Különben nem működik. Hát ezért mutattam meg, hogy mióta foglalkozok emberekkel, mennyi emberrel foglalkoztam, hogy felismerd azt, hogy ezeket én megtapasztaltam, amiket, mindent, amit hallottál, megtapasztaltam. Oké? Okay? Tehát te gondolhatsz akármennyit a te tapasztalatlanságodból, én meg tudom azt, amit tudok. Ez a különbség. És ez nem nagy képűség, hanem ez különbség, úgy hívják. Oké? Okay? Tehát én nem is akarnék véletlenül se olyan lenni, mint te. Világos ez? És én nem szeretnék senkinek a bőrében sem lenni. Világos? Ezen a bolygón. Úgyhogy maradjunk ennyiben. Tehát én tudom, amit tudok, és azt is tudom, hogy mit tudok átadni az embereknek. És az embereknek bizony át tudom adni, ami az életükhöz szükséges. Mindjárt ezt becsukjuk. Ez itt útban van. Nézzük, mire van szükségük az embereknek. Hát, hogy ezeken a területeken tudjanak boldogulni. Na most, ha szellemiségnél, a szellemiségre emlékeztek, a szellemiségnél ennek az ismerete nélkülözhetetlen. De nem csak ennek az ismerete, hanem az, hogy hogyan működik az ember, hogyan működik az élet. Ezeket tudni kell. És ott láthattátok, hogy
93 óta tanítok embereket. És rengeteg embert tanítottam már életemben, és amit tanítok, én azt élem is. Tehát nem csak ugatom, hanem élem is. Oké? És ha úgy látod, hogy szeretnél egy olyan közösségben lenni, még egyszer mondom, te ha magad akarsz tanulni, nem fog működni. Kell mindenkinek segítség ahhoz, hogy fejlődjön. Mert úgyis el fogsz akadni a haladásodban. És itt nem csak én tudok segíteni, hanem egy csomóan vagyunk, akik tudnak segíteni. És ha netántán az a sok-sok ember nem tud segíteni valakinek, akkor még mindig kérhetik az segítségemet. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy itt mindenkinek van segítség, mert az a legnagyobb probléma az ember saját személyes fejlődésében, hogy elakad. És nem kap segítséget. És nem tudja, hogy, nem is tudja, hogy kitől kérjen. Nálunk kidolgozott rendszer van arra vonatkozóan, hogy te kitől kérhetsz segítséget. A képzések rendszeresek, minden szerdán és vasárnap, azon túlmenően. Olyan áron vannak nyújtva, ami bárkinek megfizethető, és ez az ár, ez most akciós. A havi képzésünk értéke, mondjuk majd maradjunk először az időnél, az idő az 30 óra, a havi képzés, amit igénybe lehet venni élőben, felvételről, rádión, tévén. És ez a 30 óra, ez 200 ezer forint értékű. Tehát óránként 7000 forint értékű. Úgy durván. És ezt akciósan most meg tudod kapni. Beszéld meg azzal, aki meghívott, illetve azzal, aki PPH-s, hogy mennyi a tandíj, akciósan számodra. De ahhoz az árhoz képest tényleg nagyon akciós. Ha úgy látod, hogy szeretnél megfelelni a jövő követelményeinek, hogy boldogulj az életedben, akkor itt a helyed. Ha te nem akarsz megfelelni, és úgy gondolod, hogy ezért a világért nem kell semmit tenni, hogy jobb legyen, akkor örülünk, hogy itt voltál közöttünk, és akkor elköszönünk tőle. Mindenkinek további szép napot kívánok, és jó tanulást. Fél óra szünet után a párkapcsolat coachképzéssel folytatjuk. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító. Egyébként egy szakma. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!